kezdődjék az E3 az EA Play-el, amit idén az egyszerűség kedvéért a legyünk túl a szarom minél korábban motto alapján rendeztek. Marketing orgazmus. Play, mint játsz. Mint játsz ki az emberek nehezen megkeresett pénzét egy rakás szarral. Szervusztok, kedves gamerek, gondolhatnátok, hogy beleestem egy monokrom filterbe, de legalább hozzám képest a Mirror's Edge is színesnek tűnik. Az abnormális a nagy kezeimre, oda se figyeljetek. Hisz ismeritek a mondást, akinek nagy keze van, a szarjátékot csinál. És most kapcsoljuk Londont, a legközelebbi helyet Amerika határához, ahol elengedték Peter Moore. Kategórikusan kijelentem, hogy nem nyúltam gyerekekhez. Az éhes titánok visszatértek, most még több ugrálással, még több lövöldözéssel, még nagyobb pályákkal, és még beállítottabb trélerekkel. Most komolyan elhiszi bárki, hogy a játék így fog kinézni? Ezúttal egy személyes kampánnyal. Ezt nevezem fejlődésnek. Exkluzívan... mindenre. Exkluzívat mondtam. Ki az a barom, aki egy kódklont elad exkluzívnak, csak nem ki akarták tírni a French egy élőkép az Xbox-onosok könnyeiről. Nem nézzetek, nekem azt mondta valami fasz, hogy egy fatetei kunyhon lesz a konferencia. Szerettetek volna egy kis gameplayt is nézni belőle? Ne szerektek amerikai foci, irány London a szakkommentátor véleményért. Hát azt hiszem ekkora egy labda ebben a játékban. Köszönjük, Peter. Ez a kölyök beszólt az új Madden játékunkra, ugye nem akartok ti is így járni? Gondoltam. És a játék, amire vártatok, Mass Effect Andromeda, és még mindig csak rajzolgatjuk. Mi a fa? Emlékeztek, mennyire vártátok a Battlefrontot? Ekkora faszt kaptatok helyette. És mit szólnátok ahhoz, hogy elkezdenénk adakozni, így már ti vagytok a köcsögök, hogy nem veszitek meg a szinte játszhatatlanul félkész játékainkat. Most pedig FIFA. Emlékeztek, hogy erre a generációra egy egész egyedi engine-t lefejlesztettünk a sportjátékainkhoz? Mi se? Ne szerektek Frostbite! Nézzetek rám, a focihoz béna voltam, de most lehetőségem van egy virtuális életben elérni valamit. Csak tudnám, hogy a kommentátorok hogy fogják kimondani a magyar neveket. Kovács, Kis, Tóth. Na jó, a tótok bekaphatják. Így csak én tudok normálisan öltözni. Ó, az én vagyok a képernyőn. De jól nézek ki. Ó, José, figyelj oda. Nehogy észrevegyék a masszív erekciódat. Kezet a zsebbe. Ez az, nem lesz gond. Jövőre interaktív VR huliganizmussal. És most egy gyors emlékeztető az amerikaiaknak, akik már elkezdtek tikkelni, hogy 10 percre nem öltek meg senkit egy játékban. Itt az IE-nél szeretünk eredeti ötleteket gyártani. Ez nem úgy néz ki, mintha az Orit másolták volna le csuklóból. Mint mondtam, az IE-nél szeretünk eredeti ötleteket gyártani, vagy megvenni másoktól jó pénzért. Az ugyanaz, nem? Nevem Jade Raymond, és nem, ez nem pornos név, én csak a fattatei kuckó miatt jöttem. Na, hol van? Akkor nesze nektek Star Wars! Uramisten, 7 stúdió dolgozik rajtuk, akkor lesz mit nézni? 3 játék... Ja, ezek már megjelentek és mind szólt. Végre jár... Ja nem, csak rajzolgatnak. Erre volt idő, a videóhoz Coruscant háttér, meg R2D2, meg BB-8. Végre jár... Ja, ez is csak egy Battlefront. Jól van, elég lesz a rajzolgatásból. Úgy, öld meg a pizsamás hülyét a felmosófával, amiért nem fejlesz rendesen játékot. De ez se játék, ez már kijött és WC papírnak se használnám. És ez is kijött már. Arra gondolsz, amire én? Anal sex. Nem, Old Republic. Ez nem ugyanaz? Na végre valami a játék... Mi? Ez mind? Ja, oda rakjunk egy ekkora dákót. Itt tényleg senki se dolgozik? Ennyi. Legalább valami Battlefield egy gameplayt mutassatok. Ez nem az. Most először vagyok egy fekete emberrel egy légtérben, lenyűgöző. Mindenki próbálja ki. És most kérdezzük meg Mike Tysont. Jamie Foxx vagyok. Ez se az. Véget is ért az EA Play, ahol megmutatták, hogyha semmit se vársz az élettől, akkor is van valaki a következő ajtó mögött, aki pofán fog baszni egy zacskó, pépesített vízi hullával Star Wars csomagolásban. I'm back.